Jövő januárban ér véget a Tudásfejlesztés és Hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen című EFOP-os projekt. Egy összetett programról van szó, amely 6 pillérre épül. Ezekről és az eddig elért eredményekről beszélgetek a projektmenedzserrel, dr. Nagy Zsolttal a következőkben. Köszöntöm itt a stúdióban. Üdvözlöm én is a nézőket is. Sok mindenről tudunk beszélgetni, mert hogy sok minden történt az elmúlt időszakban. Mennyit kell időben visszamennünk ahhoz az időpontig, amikor egyáltalán kiderült, hogy a Nyíregyházi Egyetem, akkor egyetem volt már egyáltalán, amikor elnyerte ezt a projektet? Gyakorlatilag ez egy majd 3 éves projekt, és ahogy említette, és ugye januárban jár le, tehát több mint 2,5 évet visszamehetünk az időbe, és már akkor, ugye ezt megelőzte egy 1,5 éves pályázati előkészítő szakasz, már akkor arra gondoltunk, hogy a tudásfejlesztés és hasznosítása, ahogy a projekt címe is mondja, az egyik fontos eleme lehet az egyetem fejlesztésének, és nagy örömmel fogadtuk akkor, hogy több mint 375 millió forintos támogatást nyertünk el, az ön által is említett 6 fő pillér fejlesztésére, támogatására. A címben ugye 2 fogalom szerepel, tudásfejlesztés és a tudásnak a hasznosítása. Nyilván ezt van, ahol egyben kell kezelni, és biztosan van olyan, ahol ezt azért alaposan külön is lehet választani. Tehát gondolom, hogy először fejlesztenek, és amit azáltal elérnek, akkor utána megpróbálják hasznosítani. Kell-e külön beszélnünk ebben a tekintetben ezekről a pillérekről, vagy egy kicsit tudunk még összességében rátekinteni erre a projektre ilyen szempontból? Mindenképp, hisz ezek nem egymástól független 6 lábról beszélünk, hanem ugye egy egyetemi élet során ezek összefüggnek. Ugye alapvetően az oktatási innováció az az egyik fő kulcsmotívum. Itt beszélhetünk tananyagfejlesztésről, infrastruktúrafejlesztésről, mondok egy példát, tehát videóstúdió, drónok, számítógépek és egyéb olyan eszközök vásárlása, ami egy 21. századi oktatáshoz ma már kell. Beszélhetünk idegen nyelvű tananyagfejlesztésről, digitális tananyagfejlesztésről, ugye hívjuk ezt a tudásfejlesztésének, és nyilvánvalóan ehhez kapcsolódik az a hasznosítás is, ami alapján a jelenlegi hallgatóinkat arra kapacitáljuk, vagy abban segítjük, hogy minél kevésbé morzsolódjanak le, mert ugye ez is egy fontos eleme ennek a pályázatnak, sajnos országos szinten egyre nagyobb probléma az, hogy nem végzik el az egyetemet a hallgatók, hanem menet közben lemorzsolódnak, vagy azért, mert valamilyen családi vagy egyéb körülmények miatt nem fejezik be az egyetemet, vagy egész egyszerűen kimennek a munkaerőpiacra, mert már azzal a tudással is nagyon jól fizető állásokat kapnak. Na most ennek a projektnek a másik fő lába, hogyha nem ezt a 6 pillért, hanem csak a 2 fő célt nézzük, az pont ez a lemorzsolódás csökkentés. Segítjük a hallgatókat különböző felzárkóztató kurzusokkal, idegen nyelvű képzésekkel, és nem csak a hallgatókat, hanem az egyetemi polgárokat is. Tehát a könyvtáros, a tanulmányi osztályi előadó, az oktató, vagy éppen, ahogy említette, maga a hallgató is mind-mind ilyen projekt által finanszírozott, hál' Istennek ingyenes képzésekben részesülhet. Alapvetően, ha belegondolunk, hogy mi is a célja az oktatásnak, úgy eleve, ugye a tudás megszerzése és átadása mindenféleképpen. Tehát, hogyha van projekt, ha nincs projekt, ugye ez akkor is feladata minden oktatási intézménynek, és hát nyilván a felső oktatásban is. Mennyiben tudott önöknek segíteni ez a projekt? Mekkora mértékű ez? Hogyan képzeljük el? Mire volt ez elég? Mindenre? Igen, hát gyakorlatilag ugye általában a fejlesztés, de nyilván az oktatásra különösen igaz, felülről korlátlan, már ami az anyagi igényeket érinti. Nyilvánvalóan nagyon jól mondta, tehát ezek a fejlesztések projekttől függetlenül meg kellett volna, vagy meg kell, hogy valósuljanak. A projekt abban segít, hogy ezt jóval gyorsabban, jóval hatékonyabban, intenzívebben tudjuk végrehajtani. Hát ugye így is elég kritikát kap alapvetően az oktatás, főleg az ipar részéről, hogy picit mindig utána kullog az aktuális trendeknek, a piaci igényeknek. Na most az ilyen projektek, hál' Istennek az egyetem nem csak ez, hanem egyéb más hasonló jellegű projektet is gondoz, az ilyen projektekkel ezeket fel tudtuk gyorsítani. Tehát például az, hogy olyan képzéseket, vagy a tantárgyi tematikáinkat például úgy alakítsuk át, hogy már abban jóval erősebb lenne a gyakorlati képzés aránya, külső céges ipari partnereket is be tudtunk ebbe a folyamatba vonni. Ezzel biztos vagyok benne, hogy 1-2 évet legalább nyertünk, gyorsítottunk azzal, hogy nem a maga útján, hanem egy pályázati, gyorsított, intenzívebb tempóba valósultak meg ezek a fejlesztések.
a Nyíregyházi Egyetemen zajló képzés minden szegmensére oda tudtak figyelni egy picit, legalább egy fél szemmel, hogy részesüljenek azokból a lehetőségekből, amelyeket a projekt önök elé tárt? Igen, a kérdés azért érdekes, és nyilvánvalóan jó is, mert az a trend, hogy a mostani projektek jellemzően, ami ilyen tartalomfejlesztés vagy tudásfejlesztés, az inkább az MTMI szakokra vonatkozik, tehát a matematika, természettudomány, műszaki, informatikai. Na most ez a projekt is alapvetően ezt célozta meg, de hál' Istennek ez kellően széles a 6 pillér kapcsán, ilyen áldásos hatása is van, hogy a bölcsésztudományokat is ugyanúgy be lehetett vonni. Tehát a testnevelés, a sport egészségfejlesztésen át az említett műszaki természettudományos területeken keresztül akár a tanár-tanító továbbképzés és mondjuk az ének-zene szakosokat is belevéve mindenki kaphatott olyan fejlesztés, vagy foglalkozást, vagy most akár kompetenciafejlesztésről beszélek, akár lemorzsolódás csökkentő fejlesztés, vagy digitális tartalomfejlesztés, ami szükséges ahhoz, hogy ma ezzel foglalkozunk. Miért érdekes ez? Ugye az előbb említettem ezt az ipar igényeit, de ugye hagyományosan a Nyíregyházi Egyetem még nagyon sok mindenki fejében egy tanárképző. Sokan azt is mondják, hogy menjünk a tanárképzőre, a tanárképző főiskolára. Nagyon erős az egyetemen a tanárképzés, és épp ezért különösen fontos, hogy azok a tanárok, akik nálunk végeznek, és utána továbbadják ezt a tudást, már azokkal a 21. századi kompetenciákkal rendelkezzenek, amit a mai fiataloknak, a mi gyerekeinknek mondjuk átadnak. Úgyhogy különösen öröm ez, hogy sikerült ebben a projektben valóban nem csak az MTMI, hanem akár a tanárképzés különböző ágait is bevonni. Ez látható volt tisztán, hogy ez a projekt megvalósulhat itt az egyetemen, vagy azért valami komolyabb izgalom is megelőzte ezt? Tehát mennyire kellett erre felkészültnek lennie? Mennyien vettek részt abban, hogy ez a projekt ide kerülhetett és megvalósulhatott? Alapvetően ez az EFOP konstrukció, és úgy általában ezek a leginkább az egyetem EFOP pályázatokkal foglalkozik, ezek jellemzően felsőoktatási intézményekre vannak kiírva. Tehát nem nagyon kellett, hál' Istennek, versengenünk egyéb más szereplőkkel, legyen az piaci vagy az állami szféra. Ilyen szempontból egy jól megírt pályázattal viszonylag nagy esélyünk volt arra, és ez be is igazolódott, hogy ezt a projektet megnyerjük. Most nyilvánvaló, hogyha a bírálóknak kifogása lett volna, akkor akár költségcsökkentéssel vagy a pályázat átdolgozásával érveltek volna, de ez jelenleg több mint 150 kollégát foglalkoztatunk, nem véletlenül, ahogy a pillérekről is beszéltünk, ez 6 különböző alprojekt, tehát hogy talán mondhatom, hogy az egyetemen ez az egyik legszélesebb olyan projekt, ami a legtöbb kollégát, hallgatót és legtöbb tématerületet összefog, és így hál' Istennek mindenki egy kicsit a sajátjának érzi, tehát mindenki úgy van ezzel, hogy na ez egy nagyon jó projekt, ezt csináljuk, mert látható az eredménye, hisz mondhatni így sporthasonlattal, hogy ez ilyen egész pályás letámadás az egyetem különböző profiljait illetően. Hát ez a mindenki egyért, egy mindenkiért, ez majdnem meg is tud valósulni ebben a tekintetben. Milyen költségkeretekkel gondolkodhattak, gazdálkodhattak, mennyire volt ez könnyű? Vagy nem könnyű? Én azt mondom, hogy minden, tehát abszolút reális. Tehát ez, ahogy a bevezetőben is említettem, ez a 378 millió forint, ugye pontosítva, ez ugye 3 évre elosztva azért nem kevés. Jó, nyilván egy nagy egyetem költségvetéséhez képest még mindig egy szerényebb összeg, de azokra a célzott feladatokra, amiket ebben a projektben elvégzünk, vagy azokra az eszközbeszerzési tervekre, ugye erről nem beszéltünk, de ugye ebben van egy komoly egészségnevelés is, ugye nem csak a tudásfejlesztés, hanem az egészségnevelés is fontos, pontosan elég volt. Tehát, hogy én azt láttam a szakmai vezetők, az alprojektvezetők kollégákon is, hogy még máskor egy kicsit nézegetik a számokat, hogy még ez is kellene, még az is kellene. Itt gyakorlatilag egy abszolút reálisan megtervezett és nagyon reálisan összerakott igénylistát tettek le ők is asztalra, és nyilván a pályázat keretében ugyanezt az igényt meg is tudtuk valósítani. Tehát igen, ez az összeg erre a projektre tökéletesen elégséges. Arról is beszéltünk már, és ez az utolsó kérdésem a beszélgetésben, hogy ugye január végén ér véget maga ez a
projekt. Most azért november közepén vagyunk, talán már megkérdezhetem, hogy hogy látják, hogy célt értek, célt érnek, mire kell. Lassan, mert ugye össze kell gyűjtögetni a tapasztalatokból, le kell vonni a konzekvenciákat. Gondolom, egy komoly beszámolóval kell élniük. Hát hogyne. Ugye a beszámolókat, hál' Istennek, arra vagyunk kényszerítve időzőjelben, hogy fél évente meg kell tennünk, de gyakorlatilag, hogyha egyenleget kellene vonni, csak néhány számadat, nem akarom ezzel untatni a nézőket, de az, hogy több mint 60 lemorzsolódást, gátló kúzust indítottunk. Ebben van pszichológiai tanácsadástól kezdve, az adott tárgyra való felkészítő át, ez több mint 1200 hallgató vett részt. Az, hogy a digitális tananyagokat már 1700 hallgató hallgatta, és az, hogy gyakorlatilag az egyetemi oktatók és dolgozók körében, akinek lehetősége és ideje volt, mindenki nyelvi képzést kapott, és már az egyetemen indulnak idegen nyelvű képzések is, az mind-mind azt jelzi, és most az infrastruktúrális fejlesztésről nem is beszélve, hogy elérte a célját, és jó eredménnyel hasznosul ez a pályázat már most is, és hát január végére még nyilván hozzáteszünk egy kicsit. Köszönöm szépen, hogy bejött a stúdióba és tájékoztatta a kedves nézőket. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.